hogy átvinnék a dolgokat egyek, mert egy hegyen átvinnék, azt mondták, hogy még kitolják a gépeket. De akkor azt értem, hogy ott vállalnak járni. A Várpalota Challenge 2014 keretében az amerikai és holland hadsereg a magyar honvédséggel közösen gyakorlatozik hazánkban. Az amerikai helikopterek március közepe óta a Veszprém közelében lévő katonai területen állomásoznak, míg a holland haditechnika csak a hónap végén érkezett meg Tapolcára. Ezért gondoltam, kimegyek az előbbi helyre pár felvételt készíteni az Amcsik helikoptereiről, természetesen tisztes távolból, hiszen ez idő alatt is szigorúan vigyáztak rájuk. Bele is futottam egy gépfegyveres őrbe, aki egyből visszafordított, mondván, már az is katonai terület, ami ezelőtt még nem volt az. Így hát felmentem a területtől messzebb eső, a falu legutolsó utcájának végébe, ahol találkoztam az LHSNS kollégákkal, így onnan már tisztes távolból figyelhetők a mozgolódásokat. Persze ez alatt még sok civilit visszafordítottak, de volt, akit mégis beengedtek a területre. Egy idő után észrevettük, hogy a katonák hevesen mutogatnak felénk, gondoltuk, hogy nem tetszik nekik, hogy felvételeket készítünk az amerikai haditechnikáról. Valóban jól sejtettük, hogy mi szúrjuk a szemüket, a fegyveres őrség pedig a rendőrök segítségét kérte, hiszen közterületen szerintük nem lehet felvételeket készíteni. A rendőrök pár perc alatt a dombon voltak, míg a katonák messzebb, lent az úton figyeltek minket. Az egyenruhások igazoltattak, de hogy miért, arra nem tudtak értelmes választ adni. Először a rendőrök sem értették, milyen fennforgás forog fenn, majd a fegyveres katona elmagyarázta nekünk, hogy ezekről a harci technikákról senkinek nem szabad semmiféle felvételt készíteni. Ez valóban fura volt, hiszen az előbb beengedett civilek, egy biciklis, sőt még maga a fegyveres katona is lőtt pár képet. Percekkel később a rendőrök felkértek a távozásra, aminek mi, kicsit vonakodva, de eleget tettünk, így csak pár felvétellel gazdagodva, de elhagytuk a helyszínt.